2021 nem csak a pandémia, az online megoldások éve is. A Pécs TV beszélgetős kulturális magazinjai egy időre, vendégeink és munkatársaink védelmében az online térbe költöznek. Tehetséges zenész szólóban és zenekartagként is. Kicsit ír, kicsit amerikai, de nagyon pécsi. A Pécsi Orvos és Diákok Zenei Közösségének szíve és lelke. Miután nemzetközi, de mégis pécsi zenekarával akár délkoráig is eljutottak, nemrégiben megjelent az első szólódala, A Little Bird. Köszöntöm a Pécsre hangolva mai vendégét, Ian O'Sullivant. Hello, Ian! Szia. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Ír is vagy, meg amerikai is vagy, de most már mégis Magyarországon élsz, és szerintem teljes jogú pécsiként tekinthetünk rád. Az Orvosi Egyetemre jöttél ide, de miért pont Pécsre, miért pont Magyarországra? Ez már 11 éve itt vagyok, szóval ez hosszú sztori, de röviden. Én tanultam Írországban, és akartam máshova menni, ahol van egy jó minőség egyetem, és ezt gondoltam, hogy jó, akkor Magyarországra megyek, jó néz ki, viszont nem tudom, sokkal jobban szeretem azokat a városokat, ami nem a főváros, mert a főváros mindig olyan jól, ez Párizs, vagy London, vagy ilyesmi, viszont a második vagy harmadik legnagyobb város mindig ez inkább egy sokkal jellemző az országnak, ez egy igazi magyar város, vagy a harmadik város minden országban, szerintem ez van valami nagyon, nagyon különleges, és szerintem akkor ez a harmadik legnagyobb, most negyedik legnagyobb, szerintem vagyunk. És ezért, hogy hallottam, hogy sok kulturális lehetőségek vannak, sok zene, és ez persze, hogy nekem erősen szólt, szóval ez nekem egy fontos ok volt. Azt mondtad, hogy Írországban tanultál, de ha jól tudom, akkor van egy amerikai szál is az életedben. Akkor pontosan honnan is származol? Érdekában születtem, de mindkét szüleim ír, és amikor 3 éves voltam, akkor visszaköltöztünk Írországba. Csak az apukám ilyen kb. Utazó ember, hogy mindenhol kb. Lakott. Emiatt akkor van ír állampolgárságom és amerikai mellett, de én tudjuk, hogy én ír vagyok, mert ott születtem, minden iskola élményem ez ír volt, és a két szüleim nagyon ír. És szóval ez csak a tájszolásom egy kicsit fura, hogy ilyen valahol az ír és amerikai között, de ezen kívül én ír vagyok. Nagyon sok pécsi színpadon álltál már, és nagyon sok zenei projektben vettél részt. Emlékszel a legelső alkalomra, amikor Pécsen színpadra kerültél? Ez első, nagyon mondjuk legelső, ez valami egyetemi szervezés buli volt, és nagyon, ez lehet, hogy ez egy international evening, az a nemzetközi, whatever, éjszaka. És ez valami jó volt, de akkor ilyen csak ír zenét játszottam, szóval nem éreztem, hogy az én zenem volt, de emlékszem, hogy az egyik első, amikor a PCS Café-n játszottam, én akkor éreztem, hogy meghívtak valakit, és ott voltam csinálni egy egyórás koncert, sosem csináltam egy ilyen egyórás koncert before, és izgultam, szóval gondoltam, hogy kis viszkit iszom a koncert előtt, és nem tudom, mi történt, de a viszki miatt teljesen meghalt a hangom. Szóval egy szám közben jön a refrán, és felmegyek, és ilyen semmit, abszolút semmit. Ez kb. Ez első élményem, hogy tanultam, hogy ne egy viszkit pont a koncert előtt, hanem akarsz valami érdekes tölteni. Tehát tulajdonképpen ez az első rossz pécsi színpadi élményed. Ha visszaemlékszel, ugye most tudjuk, hogy már egy ideje Budapesten élsz, de ha visszaemlékszel a pécsi éveidre, és nem is csak feltétlenül a zenében, hanem összességében, mi az első és kedvenc élményed, ami beugrik Pécsről? Ha gondolom, szerintem az első nyár, amikor
vége volt, és vizsgai időszak, és először láttam, hogy működik a ilyen, ez ilyen borfesztivál fent a dombtéren. A sétatéren. A sétatéren, hogy ilyen én emlékszem, hogy lassan sétálok fel a Széchenyi téren, arra felé menni, tök meleg van, hogy ilyen fél 11 esten, és izzadok, mint az állat, és csak nagyon-nagyon boldog voltam. Csak ez az érzés, hogy ilyen hosszú nyári estek, és ez nekem ez abszolút nincs olyan érzés Írországban, mert persze csak állandóan víz alatt vagyunk az eső miatt, de ez nekem ilyen annyira erős volt ez, hogy ilyen nagyon nehéz levegő, páros van, meleg van, de csak az emberek is, hogy mindenhol vannak ismerősök, és ez nekem nagyon pécsi élmény, hogy ez kint lenni a régi belvárosban, és csak ismerős mindenhol. Azt hiszem, hogy nagyon sokszor beszélnek a Pécs TV vendégei arról az érzésről, amit úgy hívnak, hogy pécsiség. És talán ennek mindenképpen része ezek a nyári esték, ha nem is csak a sétatéren, de a Király utcában sétálva, ahol mindenhol ismerősök vannak, mindenki ismer mindenkit. Szerinted benned is tulajdonképpen külföldiként, de mindenképpen tiszteletbeli pécsiként megvan már ez az érzés, amit pécsiségnek nevezünk? Abszolút, mert a járvány alatt akkor én most hivatalosan Budapesten lakok, és visszamentem csinálni valami és munka egy pár hónap ezelőtt, és nem tudom, érzem, hogy ilyen könnyűleg, akik kicsit van valami ott, hogy látod a bejárat a városba, hogy látod a profil a meccsekhegyek és a törön, és ez csinál valamit az emberben. Szerintem ez nagyon más, hogy hát kisebb, mint a többi városok, de van valami, ami sokkal nagyobb, és ez velem öröké lesz. Teljesen mindegy, hogy honnan megyek be Pécsre, vagy először a tévétornyot látom meg, vagy ha a másik irányból, akkor vannak ilyen képek, amik beégtek az agyamba, és akkor mindig azt érzem, hogy most úgy megérkeztem, otthon vagyok. Igen. És megvan ez a pécsi érzésem. Ha jól tudom, akkor alapító tagja voltál a Pécs Music Society-nek, ugye a pécsi zenei közösségnek, és tulajdonképpen én a szerdai open mic-okat nélküled nem is tudom elképzelni, hát most ugye nincsenek is. Honnan jött ez az ötlet? Szóval ez eredeti ok, hogy ilyen, okay, akkor Pécsre megyek, mert én hallottam, hogy sok zene és sok kultúra van, és utaztam előtte, de nem éltem más országban, és Írországban tényleg rengeteg zene van, rengeteg kultúra és program mindenhol robbannak, és én elkezdtem, és láttam, hogy jó, ez nagyon jó, hogy vannak koncertek, ilyesmi, de nagyon hiányzik ezt, én éreztem, hogy lehet több, és volt egy ötletem, hogy csinálom valamit, és körülnéztem, hogy hiányzott nekem, hiányzik valami, ami nem csak ha profi zenész vagy, vannak rengeteg emberek, aki saját tehetsége van, és tudnak csinálni egy pár számot nagyon-nagyon jól csinálni, és miért nincs lehetsége nekik, hogy ilyen színpadra mész. Ez nem csak egy profi zenész dolog, és mindenki más, akinek van gitárja, akkor ez valami más szint. Nem, ez abszolút nem így van. És Írországban én vettem részt egy ilyen open mic nevű eseményben, szóval ez volt egy ilyen kis ötletem, és összefutattam egy másik srácot, aki ilyen negyedik évben volt, és szóval nekem volt ötletek, neki volt idő, és több ötletek, és ebből született valamit. De tényleg egy pillanat nem gondoltunk, hogy akkora nagy sztori lesz, hogy folyamatosan 300-400-500 ember bemegy a trafikba, mint ilyen hit, ilyen valóság, vagy ilyesmi, hogy ilyen folyamatos, ez nagyon rendszeresen benne van az embereknek a fejekben, hogy minden második szerda. És ez nekem annyira, nem tudom, nekem ez nagyon fontos dolog volt az egész, hogy én adom valamit az embereknek, és utána meglátjuk, hogy ingyenes belépő,
és lehetőség, és meglátjuk, és ez jellemző, hogy mi van a városban és a diákokkal, hogy jöttek. Szóval ez, én nagyon hálás vagyok látni, hogy mennyire sikeres volt, hogy 9 éve csak egyre nagyobb, de ja, ez... És számtalan tehetség megfordult egyébként ezeken a színpadokon, akár csak beszéljünk Minóról, aki egy pár évvel ezelőtt megnyerte a PTL hangja tehetségkutató verseny. De te azért nem csak a PMS, ugye a Page Music Society projektben vettél részt, hanem egy idő után lett egy saját zenekarod, ami hát azért nemzetközi, mert vagytok benne, vagy benne te Írországból, Amerikából, aztán a Magnus, ő... Norvég. Ő norvég, és hát van egy magyar dobosotok, úgyhogy aztán igen, abszolút... Igen. Abszolút mindenhonnan jöttetek, de mégis nagyon pécsi ez a zenekar, én úgy gondolom. És nem csak a pécsi, sőt nem is csak a magyar színpadokat hódítottátok meg, hanem eljutottatok egészen Dél-Koreáig. Na ezt hogy hoztátok össze? Ja, ez nem is hiszem el, tényleg én sem hiszem, hogy volt egy lehetőség, a menedzser mondta, hogy van egy pár magyar zenekar, aki tud Dél-Koreába menni egy fesztiválra, és nem garantált, hogy bekerülhetünk, de próbáljuk ki, és mi mondtunk, hogy nem, mert ez lehetetlen. De ő csinálta, és visszakaptunk egy jelzést, hogy be is kerültünk. Szóval oda mentünk, és csináltuk egy olyan két koncertes minitúrát, hogy gondoltuk, hogy ez életünknek a csúcsa, hogy Dél-Koreában játszunk, visszajöttünk, és gondoltuk, hogy akkor sosem lesz ilyen. 3 hónap után akkor visszahívtak meg egyszer minket, hogy visszamegyünk, csináljunk 3 koncert, és az egyik a Dél-Korea és Észak-Korea határon van, egy ilyen Peace Festival, ilyen Szabadság Festival, és vannak ilyen, like a Velvet Underground-nak alakítója, és annyira sok ilyen nemzetközi zenekar volt, hogy oda mentünk és felléptünk ilyen 6000 ember előtt az észak-koreai határon, és nem tudom, és ott voltam, de én sem tudom mondani pontosan, hogy hogyan kerültünk oda. Ez teljesen más szinte örültség volt. Azért ez egy nagyon szürreális élmény. Igen, de ez tényleg így van, hogy ez egész zené karrier, ez van, néha van ilyen zseniális pillanatok, és a következő koncert, akkor tényleg egy kisebb városba, és 8 ember áll előtted. Szóval mi akkor csináltuk ezt a 6000-es koncert, gondoltunk, hogy jó, a következő szólban ez tuti, hogy senki nem lesz ott, mert ez így működik a karma. De ott is ugyanúgy volt, egy sold out koncert, és nem tudom, ez ilyen, mint egy ilyen annyi sikítás hallottam, sosem hallottam az életemben, szóval ez nagyon párhuzamos világban voltunk kb. És sajnos mentünk volna vissza Japánba és Koreában pont március 2020-ban, de sajnos, tudod miért nem tudtunk, de most várjuk, eddig vége van. A Mongoose and the Magnet egy pár évvel ezelőtt alakult, de azért elég sok helyre eljutottatok, és hát több videóklipet is csináltatok. Működik-e most a zenekar? Ja, igen, persze. Most egy kicsit máshogy működik az egész, hogy az elején, hogy mi kettő városban vagyunk, és oda visszamegyünk, és online csináljunk sokat, hogy produkálunk, és őszintén ilyen maximalisták vagyunk, hogy nagyon, nagyon lassúan dolgozunk. Szóval, amikor jön ki valamit, akkor tényleg legyen valamit, és most jön egy ilyen nagyon hangzás a zenekarnak, hogy nagyon lassan, de pont tényleg ilyen ma is hallottam, hogy ilyen lesz új dolog. Szóval lesznek. A Mongoose and the Magnet zenekarban egyébként nagy bőgőn játszol, de a pécsi közönség nagy részt gitárral ismerhetett meg, de aki követi a szociális média felületeidet, az láthatja, hogy zongorán is játszol, úgyhogy áruld el, hogy van-e még valamilyen hangszer, amit meg tudsz elidíteni.
Hogy mit csinál? Hogy van egy, amit nem tudok játszani? Nem, van, ami ezen kívül, ugye van a nagy bőgő, a zongora, a gitár. Én is mondanék, hogy majdnem nem is tudok zongorázni például, én csak ilyen alig tudom. Ez volt az első hangszerem, amikor nem tudom, 11 éves voltam, és elég gyorsan hagytam is abba, hogy mert nagyon nehéz volt ez az egész komoly zenevilág. Hálas vagyok, hogy itt a lakásban van egy pianino, és ez ilyen, nem tudom, ez mint egy kis ember, kivel lehet zenelni. Szóval az a három, ez ennyi. Nincs más. És akkor tulajdonképpen a mongúzzal a nehézséget most az okozza, hogy két külön városban vagytok, és az, hogy van egy pandémia, és nem nagyon tudtok koncertezni, ugye? Azok a kicsi problémák, de azok a problémák, igen. És akkor mi a tervetek a pandémia utára? Jöttek-e ki új albummal? Felrobbantjátok-e az összes színpadot? Hát tudni, hogy új számok vannak, ami igazából elég hamarosan jönnek ki. És ezt a nemzetközi része nem tudjuk mi lesz, de van egy nagyon jó koncert. Hát igazából nem tudok mondani, nagyon nehéz mondani, de van egy csomó koncert lehetősége, szóval amikor tudjuk, akkor ki fogunk jönni, mint egy bika a mezőből. Nagyon várunk, hogy nagyon hiányzik ez a rész, hogy otthon vagyunk és dolgozunk kis stúdióban, gép előtt, de ez annyira más, mint színpadon állni, szóval nagyon várunk. Azt mondtad, hogy 11 éve vagy már Magyarországon, és hát közben elvégezted az orvosi egyetemet. Jól tudom azt, hogy most éppen PhD-t tanulsz? És a PhD fokozatot szeretnéd megszerezni? Ja, igen. Szóval most én az utolsó kis részben vagyok a PhD-ban, szóval már hogy én hamarosan lehet, hogy ebben a hónapban lesz a szigorlatvizsgám, és ezután, akkor most látom, hogy rossz a hajam. És ezután van a védés, szóval én tényleg egy pár hónapon belül megcsinálom, de bármi történhet tőled, hogy ez minden lehet, de ja, akkor azután akkor ilyen rengeteg betű lesz a nevem után, és eddig nem annyira használok, de mindegy. Tetszik a zenét. Az orvoslás egyébként a része a karrier tervednek, vagy inkább a zene felé húzol jelenleg? Ez mindig nekem egy nehéz kérdés volt, hogy mit csinálok, ha nagyon szeretem két dolgot, amit lehet csinálni. Csak mindkettő, nem csak ilyen munka, ilyen kihívás, hogy ilyen megeszi az egész életed, és ez egy nagyon nehéz döntés volt, hogy mit csinálok, hogy minden kettő, és azt manageáltam, hogy csináltam minden kettő együtt. Most egyelőre csak zenével fogok foglalkozni az idő, ez a következő kis időben, és meglátjuk, ha nagyon éhes vagyok, és nem elég pénz, vagy tényleg, ha annyira más a világok, hogy én az egész annyira minden éjszaka sok az utazás, a másik ilyen nagyon rendszeresen, viszont ez tényleg mindig kettő nagyon más. De most a zene, nekem az a zene, ez annyira még mindig vonz, hogy az kell. Hát olyannyira vonz a zene, hogy a tavalyi évben megjelent az első szóló dalod, a Little Bird. Hogy született ez a dal? Ha jól tudom, akkor édesapádhoz van köze. Ja, igen, ez egész... Igazából az első... A dal és egy pár dalt írtam, hogy ilyen az évek folyamán csak nem tudom, van egy probléma, akkor nem beszélek róla, inkább leülök és kitározok, és valami írok kis dolgokat, és ha működik a zenekarral, akkor jó, és nem, akkor nem. És egy idő után gyújtottam egy csomó szám, és ez már most ilyen három éve. Hogy volt egy az apukámnak ilyen szívbetegsége volt, és ez terült ki, hogy két szívbillentyűt kell cserélni, és olyan műtét kell neki, és
akkor én nagyon éreztem, hogy mindig én vágytam valamire, hogy... Én éreztem, hogy jó, akkor nem, még nem vagyok 30 éves, akkor, és jó, csinálhatom valamit, de van idő. Hirtelen éreztem, hogy tényleg nincs idő, hogy valami történhet. Egy héttől a másik hétig, és másrészt, hogy én, mi különböző országokban élünk, és ha valami hirtelen történik, akkor lehet, hogy nem tudok odautazni időben, hogy mondani neki viszlát, vagy ilyesmi. De ez nekem nagyon erős volt az érzés, és ez pont ilyen szülinapom időszakban volt, és az egész, szóval ez nagyon nagyon sokat gondolkodtam, és ez volt kb. Az inspiráció, hogy jó, akkor létrehozom ezt a projektet, hogy csinálom, és nem csak várom. És én annyira örülök, hogy tényleg nagyon tetszett az emberek. Most múlt héten ilyen több mint 100 000 ember hallgatta a Spotify-ban, és ez nekem örült. Közben itt láthatunk egy kis bejátszást a videóból. Ebben mindenképpen megjelensz te, de ha jól látom, akkor a barátnőd is. És kik a lányok? Hát van 3 barátnőm, tudod, ilyen... 3. Nagypa. Azok a 2 ismerősünk, aki igazából, ez annyira jelentő COVID évnek, hogy volt egy tervem, hogy a barátnőm és 2 nagyon közé barátunk, akkor ők lesznek a 3 csajak, és mindkettő 10 nap időszakban. Én terveztünk, hogy 3 hónapja terveztünk egy rendező, a helyszín és ilyesmi. Utolsó hétben a forgatás előtt mindenkettő vagy covidos lettek, vagy mindenki, aki volt ugyanabban a tánctársaságban, covidos lett, és ő is karanténba került. Szóval hirtelen kellett találni más embereket, és volt egy ilyen nem annyira közeli, de ismerősünk, és szóltunk, hogy az egyik ilyen tényleg 8-kor este a forgatási nap előtt mondtunk, hogy nem mersz rá esetleg, és ő beszállták, és ez annyira, nem tudok elképzelni máshogy, hogy legyen a klip. Szóval én annyira szerencsés voltam, hogy minden alatt akkor tudtunk létrehozni azt, és ja, szerintem ez az erősítő, hogy van 3 ember, és van ilyen how you say, szexualitás része, de nekem fontos, hogy ilyen minőség, ilyen nem olcsó, csak szépség, ez egy szép valami. Mit tartogat Ian O'Sullivan jövője? És nem is csak, hogy mit, hanem hol. Az a terved, hogy most egyelőre Magyarországon maradsz, esetleg Írország, Amerika? Arról is sokat gondoltam, és egyelőre tudja, hogy Magyarországon maradok, mert itt nem csak mert annyi időt vagyok, hogy nem is tudok elképzelni máshova menni, de még mindig ilyen nagyon jó volt az ország nekem, hogy nagyon elfogadtak a zenémmel, és nagyon nehéz indulni ilyen zenepályára, és most az egész, hogy ilyen járvány miatt, akkor hullámzik az egész. De persze, hogy vannak érdekes részek, de itt de nagyjából tetszik, és az emberek, amit már megismertem, nem tudom, én érzem, hogy van egy erős kapcsolat az országgal. Nem tudom, hogy örökét leszek, de most meg vagyok kötő egy kicsit. Kérlek, még nyugtass meg a Pécs TV nézőit, hogy édesapáddal minden rendben, és jól sikerült a Igen, bütét. Igen. Ja, minden tökéletes. Szuper. Azért, mert ennek ellenére is abszolút megérte megírni a dalt, de ennél legyen jobb motivációd a jövőben, azt kívánom. És nagyon remélem, hogy hamarosan, hát ha nem is Dél-Koreában, de együtt csápolhatunk. Vagy egy Mongoose and the Magnet koncerten, vagy egy Ian O'Sullivan koncerten, vagy egy O'Sullivan 3 koncerten. Hát számtalan zenei projektben benne vagy, de nagyon remélem, hogy hamarosan személyesen is találkozhatunk a színpad. Ennek az oldalán, vagy annak az oldalán. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Ja, köszönöm szépen a megjövést.